Igen, Ürményi házán az olajrepce vetés a vége fele tart. Ezt egy Class Arion 510-es C-matic traktorral és gyári Class navigációval csináljuk. Van több navigáció gazdaságunkban, 7 navigáció, különböző fajták. Ez a legújabb a pillanatnyilag, ami van a Class traktorral, és a legegyszerűbb is a használata. Ez sokba segíti a traktoristájainkat. Minden navigáció hasonlóan fontos dolgot végez. Ez annyiba különbözik a többitől, hogy nagyon egyszerű a használata. Egy klikkel kimutatja, hogy melyik mezsgye úgymondván milyen hosszú. Ugyanaz az egy klikkel félre lehet tenni, és a lenti számadat azt mutatja, hogy melyiket választottuk ki előzőleg. Úgyhogy ez a traktoristáknak nagyon egyszerű, mert azokon a navigációkon, ahol itt 2-3 lépést kell csinálni, az már az idősebbeket összezavarja. Ugye hát tudjuk, hogy a mezőgazdaságban idősebb traktoristák is részt vesznek. Úgy van ez nálunk is. Úgyhogy az mellett, hogy nagy sebességgel tud egyenes vonalat húzni amplitúdák nélkül, az mellett ez az egyszerűség volt az, ami serkentette a választásunkat, hogy ezt a gyári Class navigációt választjuk, nem pedig, hogy beszereltet valami elektromotorral, amely a kormányt mozgatja, és nem tudja azt a precizitást levízni a gépre, amit ez levisz. Ehol megmutatom, amikor indulunk be, hogy milyen szépen föl tudja venni a vonalat, tehát elengedem most a kormányt, megnyomom a traktornak, átadom a vezetést, és nagyon szépen bemegy arra a vonalra, amit kiválasztottunk. A kormány nem mozdul meg, a kerekek nagyon szépen felmennek, és most megmutatom nagyobb sebességgel is, hogy milyen szépen tud, ahol már 12 fölött hajtunk kilométerrel, már mostan 14-jel, és nagyon szép egyenesen tud menni, ha is a föld egyáltalán nem sima, ez kréti föld, amit nehéz elkészíteni simára, mégis a navigáció nagyon szép egyenesen tartja vonalat, úgyhogy nagyobb sebességgel is tudunk dolgozni vele, így hát nagyobb a teljesítményünk. Igen, ez a traktor föl van szerelve iszobasszal, úgyhogy a vetőgéptől, permetezőtől nem szükséges beszerelni a saját monitorjait, vagyis monitor nélkül lehet vásárolni a gépeket. Fontos, hogy legyen iszobasz kapcsolódik a kívülről a traktorra. Egyszerűen is így egy monitoron lehet látni a vetőgép paraméterét, minden fontos paramétert, hogy vett, mennyit vett, vette, nem vette, stb. És egy klikkel át lehet tenni a traktornak a monitorjára, illetve van a traktornak még egy ilyen ablakocskája, úgyhogy egy klikken van minden, és egyszerűen láthatja a sofőr mindent, ami fontos a vetéssel kapcsolatban. Így igaz, por így nincs a traktorban, nincsenek kábelok behúzva kívülről, lukak forva, befősófolgatva külön monitorok, egyszerűen és elegánsan megvan oldva. Hát igen, mi elsőként vettük a 920-as Axiont 2012-be, amit még ma mai napig a Class gyár gyárt. És hát sajnos az én részemre egy keserű élmény volt, mikor a délbánáti kosovai szél széttörte rajta a bejárati ajtót izéporra. Gondolva, hogy az egy eladott traktorra még alkatrész nincs, én fölhívtam nagy szomorúan az Almexot, hogy rendeljék meg, és hát majd, ha megérkezik Németországból egy hónap múlva, akkor ismét használhatom a traktoromat. Közben azt a választ kaptam rá, hogy van 2 darab, és hogy induljak rögtön a Pancsovára az ajtójé, mert 2 darab van lágeron. Nagyon kellemesen meglepődtem, szóval ebből csak azt akarom mondani, hogy ha egy eladott traktorra 2 ajtót tartottak akkoribb a lágeron, akkor ez mindent elmond, hogy milyen komolyan fogják fel a vevőt, és hogy fontosnak tartják azt, hogy a szerviz meg az alkatrész az minden nap az emberek mellett legyen, ne csak addig járjanak a kedvükbe, ameddig a traktort eladják, hanem az napi szinten működjön. És ami még szintén
érdemre való dolog az, hogy az Alcatrace reggel 6:30 nyit, és este 9-ig dolgozik szezonban minden nap, még szombaton is, sőt vasárnap is kiadják, ha szükséges.